királyunk ősei a szkíták, tehát a hun magyar avar ősöknek az alapja a szkíta tudat, magyarosan szitja. A természet törvényei alapján figyelték meg a dolgok működését, és abba próbáltak beilleszkedni. Nekünk is ez a célunk, hogy minél több fiatalt vissza tudjunk hódítani az őseink útjára, újkori szkitizmussal, mindenféle hagyományőrző gyakorlati tudással, amit itt a Szitja Fesztiválon be is mutatunk. Azt tűztük ki legfőbb célkitűzésünknek, hogy az ős szellemiségünket három nagy szertartás formájában három nap bemutassuk. A Csókok a nemzet felemelkedéséért címet adtuk a szertartásnak, ez arról szól, hogy egy időben sok-sok szerelmes pár körbeáll egy kis életfát, és elkezdenek csókolózni jó sokáig. Miről fakad, miről tiszta fényen, hajlalasod a nap. Öröm energiát, egyben intim és elmélyülten szerelmes energiát felajánljuk a Jóisten javára, mert ezt közösen egy imával, egy fohásszal ki fogjuk jelenteni. Mi abban hiszünk, hogy ezekkel a dolgokkal hozzáteszünk ahhoz, hogy egy teljesebb életet tudjanak élni itt a magyarok. Tűzeket táplál, párhuzamos program, kiállítás van, betyár találkozó, vesznek ragadozó madár kiállítások. Az ország legkomolyabb előadóit tudtam összegyűjteni. Esténként zenekari fellépések vannak, állandó vendégünk a Vágtázó Csodaszarvas, mert az ő lelkületükkel nagyon-nagyon egyet tudunk érteni. Ők nagyon sok spirituális, sámánikus motivumot emelnek vissza a köztudatba. Szitja Fesztiválra azokat a testvéreinket várjuk, akik keresik egymást, akik a ősi szellemiségükben meg tudnak újulni. Ezeken és más hasonló rendezvényeken gyógyítjuk a magyar lelket, ahogy csak tudjuk.